szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő. Megpróbálom bevezetni, és egy kicsit zavart igyekszem kelteni a megszokott kis szemléletünkben, és akkor remélem, hogy ebből valami kisül. Én magánorvosként dolgozom több mint 20 éve, néhány új módszert fejlesztettem, főleg méregtehető módszerekkel kezdtem el annak idején foglalkozni, de ez már egyetem alatt, és mivel ez a téma rendhagyóan szép eredményeket hoz, ezért aztán egészen színes történetek alakultak így a betegek kezelése, meglepő gyógyulásaik kapcsán. Úgyhogy ez lelkesített kezdettől fogva, és most is lelkesít. Általában az emberek velem együtt azt vesszük észre, amiről el tudjuk képzelni, hogy létezik. Egy egyszerű történetet hadd mondjak erről. Ilyen hobbi művészettel is foglalkoztunk családon belül, és én néha besegítettem, hogy ilyen kézműves vásáron oda állok én is az asztal mellé, és árusítjuk közösen ezeket a portékákat. És egy kollégám, akivel együtt tartottam előzetesen előadásokat, ott sétálgatott, rám néz, és persze nem ismer meg. Jó alaposan megnézett, és bambán tovább ment. Nem zavartam meg ebben az elmélyedt tevékenységében, csak éppen azt akarom ezzel mondani, ő nem számított arra, hogy én, ugye ismerve a tevékenységemet, ott valahogyan jelen tudok lenni. Ezért ő az úgy kikapcsolta, hogy ez akkor nem én vagyok, és így tovább. Nem fejtegettük ezt részletesen, de a lényeg az, hogy akár hiszik, akár nem, azt gondolom, hogy mindannyian ilyenek vagyunk, és itt ilyen kis manócskák ülnek, amiket mi nem láttunk, mert nem várjuk, hogy ezt látnunk kéne. Gyerekek mondanak ezt-azt, amúgy gyerekorvos is vagyok, és tehát az érzékelés olyan sokféle lehet, de mindig attól függ, és erősen attól függ, hogy milyen a világképünk. És ebből jottányit nem vagyunk hajlandók engedni. Na most ez nehezíti egyébként a gyógyítást. Tehát nem figyelünk fel szakmailag se olyan jelenségekre, amikbe belebotlunk. Azt mondjuk egy betegnél, aki meggyógyult, és nem mi tehetünk róla, hogy spontán gyógyult. Tehát gondoljuk csak ebbe az egyszerű dologba bele, hogy ez mit is jelent. Nem vagyunk rá kíváncsiak, hogy hogyan is gyógyult meg, csak egyszerűen spontán gyógyult. Holott ennek oka van, ezt érdemes lenne kideríteni, mert ezzel lehet, hogy máson is lehetne segíteni. Szóval racionálisan ugye egészen közel kerülhetünk érdekes megoldásokhoz. Egy kicsit erről szeretnék így bevezetőleg beszélni, és egy nagyon egyszerű fogalmi körről, méghozzá az egészségbetegségről. Ugye a mi fogalmi világunkban az egészség szembeáll a betegséggel. Ezt nem kell nagyon részleteznem, azt hiszük, hogy ezek összetartozó párok, úgy is mondhatnánk, mert ha nincs egészség, akkor biztos betegség van. Ha nincs betegség, akkor biztos egészség van. Tehát ugye tudjuk, hogy nem ennyire egyszerű a dolog, de ez áll párban. Holott én azt gondolom, hogy ránk férne egy kis szemléletváltás, ahol az egészség és a betegség az egy olyan skálán helyezkedik el, ami az élő rendszereknél az egyensúly szintjeiről szól. Igen ám, de hogyha ezt így nézzük, akkor a kórházak, meg egyáltalán prevenció, meg ilyesmi, az valami gyökeresen felfordul. De ezt igyekszem bebizonyítani, hogy miért is mondom ezt. Tehát az élő rendszerre nem az egészség és a betegség jellemző, pláne nem a mi fogalomkörünkkel, hanem az egyensúly, vagy annak valamilyen zavara, kibillentsége, maga szintje, az iránya, stabilitása, ahogy erről hamarosan szó lesz. Hát én azért hoztam ezt a elég régi építményt így demonstrációra, mert azt hiszem, hogy nem kis munkával építhették ezt, és ilyenből van több ezer a Föld golyón, és mindegyik egészen hasonló. Tehát valamilyen lépcső, aminek a csúcsi része, az nem mindenkié, és nem mindenki
tud mit kezdeni azzal, hogyha oda kerül. És tulajdonképpen én egy kicsit ehhez hasonlítom a mi egyensúlyunkat. Tehát az egyensúlyunkra jellemző a maga a szintje. Tehát itt, aki egy alacsonyabb lépcsőfokon áll, az is lehet stabil, ugye, mert ez a másik mutatója az egyensúlynak. Irányában tekinthet fölfele és följebb akar jutni, és ezért fókuszál, tesz, stb. Stb. Aki egyen följebb kerül, az is stabil, és hogyha előre néz, akkor megint csak följebb akar kerülni, hogyha nem vigyáz, akkor lejjebb esik, stb. Stb. Tehát egy kicsit egyszerűen el tudjuk képzelni így az egészség különféle szintjeit, pontosabban az egyensúly különböző szintjeit, mert ennek csak bizonyos fokától beszélhetünk egészségről, hogyha a példánál maradunk. Tehát körülbelül a magas szintű egyensúly az harmonikus, arányos. A stabilitás, amit egyébként majd később a mérését is bemutatom, legalábbis így képről, 80-100% közötti, a tartalékok aktiválhatók, a teljesítőképesség hatékony, rugalmas. Tehát ez jellemző egy magas szintű egyensúlyra, és azért hoztam ezt az egyszerű ábrát, mert az látszik, hogy ez a két úgymond harcos, ez egy kicsit megnehezítette a maga dolgát, mert ilyen cölöpökön kell egymást elérni, meg legyőzni. Na most ez mindenkinek nem megy, azt azért láthatjuk. Tehát kikre jellemző ez a magas szintű egyensúly? Hát én csak így kérdőjel leírtam, hogy talán Shaolin papokról, mert ők éppen ilyenek. Vagy az élsportolók. Azért tudjuk, hogy az élsportolóknál akár két kérdőjelet is tehettem volna, mert nem kis csalás a mai világban oda juttatni embereket, hogy megfeleljenek a mai nagyon kapzsi világ, nagyon rabszolga módon kizsigerelő elvárásainak, és ezt már gyerekkortól tenyészteni kell gyakorlatilag. Tehát az élsportolókat inkább két kérdőjellel merném ideírni, de valóban rájuk azért jellemző lehet egy jó teljesítőképesség, rugalmasság, hatékonyság. Megfelelő szintű egyensúly, hogy jól értsük, tehát ez az egészségnek a jelenlegi csúcsa a számunkra. Tehát itt a teremben lehet, hogy van egy ember, aki ide tartozik, a többség sajnos nem, de ez az egy ember, se én vagyok természetesen. Szóval mi jellemző erre a fajta egyensúlyra? Hát harmonikus, arányos ugyanúgy. A stabilitás az 60-80% között van, majd mondom később térek rá, hogy ez milyen műszerrel számítható így ki. Ugyanúgy aktiválhatók a tartalékok, a teljesítőképesség hatékony, rugalmasság jellemző. És tulajdonképpen ebbe a csoportba olyanok tartoznak, akik tesznek is az egészségükre, ezt tudatosan csinálják, valami fölépített rendszerben élnek, és éppen ezért elég ritkák ők is. Na, a normál szintű egyensúly, amit mi annak tartunk, ugye, az itt vagyunk, a többségünk az itt van. Igazából ez az ábra sor, ez a Meyer szerinti hasi diagnosztikának a típustana, ahol ugye az első hölgy az egy normál tartású, normál alakú, a bélrendszere egészségesen működő, ugye mert ez a Meyer szerinti hasi diagnosztika, ez főleg a belekről szól. Tehát ő hozzá viszonyítva, aki talán még az előző ábráról került ide, olyan eltérések vannak, amiket, hogyha így most így derékig le kéne vetköznünk, és így sorba állnánk, akkor úgy szépen így meg lehetne mondani, ki hova tartozik, és nagyokat nevethetnénk ezen. Pedig azon túl, hogy nevetünk, azért itt már lenne teendőnk is. Mindazzal együtt ezt még mi elfogadhatónak tartjuk, hiszen a többségünk itt van. Tehát én akkor merem azt mondani, hogy akkor biztos ezt fogadjuk el, mert hogy ide tartozunk.
De mi jellemző erre? A stabilitás, amit oly sokszor emlegettem, és ez az egyensúly stabilitásáról szól, tehát nem az egészség, az egyensúly stabilitásáról, az mérés szerint 40-60% között van, és ez nagyon jó. Egyébként a magyar átlag 50%. És azzal úgy lehet dolgozni, tehát ezt a rabszolgamunkát, amiben élünk, ezt mindannyian tudjuk csinálni. Nem jó kedvel, de csináljuk, bírjuk. Tartalékaink azok nem nagyon vannak, tehát ugye itt már, ha még valamit kell tennünk, akkor az már nem megy. Tehát mosolyogni már nem tudunk hozzá. A teljesítőképességünk limitált, alig szedjük össze magunkat reggelente, és így tovább. És nem tudjuk megérinteni a homlokunk alatt érdünket. Tehát a rugalmasságunk egy kicsit leeresztett. Tehát ide tartozunk mi többségében. Egyensúly terén, tehát nem az egészség terén. A krónikus beteg is egyensúlyban van. Az alsó lépcsőfokok valamelyikén, hogyha azt a piramist nézzük. Hát itt ugye kérdés, hogy az ábrán lévő személyek közül melyik a beteg, mert valószínűleg mind a kettő, ugyebár. Tehát itt mindenképpen egy diszharmónia, egy aránytalanság fedezhető fel. A stabilitás 30-50% lejjebbet is írhattam volna, de igazán meguntam azt, hogy folytatom ennek a kifejtését, úgyhogy mert egy optimista lélek vagyok, úgyhogy ez az utolsó erről szóló ábra, és itt még megajánlottam a 30%-ot, ami egyébként nem sok, azért akárhogy nézzük. Tartalékok alig aktiváltak, tehát ha van, az se azonnal jön ki. A teljesítőképp itt is limitált, rugalmatlanság, igen. És itt megjelenik a betegség tudat. Nekem cukrom van, magas a vérnyomásom, magas a koleszterinem. Az ízületeim. Tehát igazából panaszkodunk magunknak, másoknak. Egyébként ez kiválóan alkalmas arra, hogy energiát lopjunk egymástól. Ez nagyon, nagyon jó erre a célra. Másra már kevésbé, mert ugye ebbe úgy bele tudunk süppedni. És akkor fáj a vérnyomásmérés, ugye? Tehát ez az egyensúly, ez azért tettem idézőjelbe, mert ugye a mi fogalom körünkben ami már úgy ennyire fölborult, az már van egy kis berzenkedés, hogy ezt már ne egyensúlynak tartsuk. De hát relatíve ez is az. Na, viszont amiről én szeretnék beszélni, és ami hát még a magyaroknak is közük van hozzá valamelyest, nagyon, az a meridián egyensúly. Tehát ez egy modern mérési eljárás, aminek a görbéjét itt láthatjuk. Évek óta csinálom, tehát ez nagyon egyszerű, ilyen kis egyszerű eszközzel a bőr bizonyos pontjait, mindig azonos pontjait sorba megmérem, ilyen impedancia-szerű ellenállás értékeket mérek sorozatban, és az egy ilyen skálán, egy ilyen grafikon skálán jelenik utána meg. A 12 meridiánnak megfelelően, ugye a meridiánok ilyen energiamezők, erről érdemes egy pár szót azért mondanom, mert biztos mindenki tudja, hogy mi ez, de mindenki egy kicsit ráért dolgokat, tehát azt hiszük, hogy tudjuk. De talán nem ugyanazt értjük alatta. Tehát a 12 párt tartunk nyilván, ezek a testmezőnek egy meghatározott energia folyamai, talán ez lenne rá jó szó. Tévesen ezeket elnevezték bizonyos szervekről. Tehát mondunk olyat, hogy tüdőmeridián, szívburokmeridián, szívmeridián, vékonybél, hármas melegítő, na ez az egy talán kilóg a sorban, mert nem egy szervhez kapcsolódik. Vastagbél, lép, máj, éppen olvasom egyébként itt az ábráról. Vese, húgyhólyag, epehólyag és gyomor. Tehát ezek az elnevezések az európaiak számára, a meridiánokról. A kínaiak okosak voltak egyébként, mert nem így nevezik ők, ezt csak úgy nekünk adták oda, hogy csemegézzünk rajta. Valójában én még mindig ragaszkodnék ahhoz, hogy a meridiánokat tekintsük a testünket, hogyha ilyen energia mezőknek tartjuk,
az azonos állóhullám fázisú mezőknek a gyűjtőrendszerének. Na, ezt nem véletlenül mondtam. Tehát, hogyha kvantumfizikailag nézzük az embert, akkor bizony az anyag eltűnik egyszer csak, helyette maradnak bizonyos energiahalmazok, amiket valamilyen módon próbálunk leírni. Én nem akarok nagyon belemélyedni, úgyhogy ne ijedjenek meg, hogy ilyeneket mondok, csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy ez valóban mérhető, valóban kiszámítható, és egyre több magas technológiai műszerünk van arra, hogy ezt nagyon pontosan behatároljuk. És ennek a változásait is. Tehát az összes ilyen mező, bárhol hozzáérünk, olyan, mint egy nagy kapcsolótábla, bárhol hozzáérünk, az egész megváltozik. Tehát ugye erre épülne az akupunktúra, hogy valahol hozzáérünk, és akkor megváltozik az egész. Na most, hogy értsék azt, hogy nekem milyen nagy bajom van ezzel, én azt gondolom, hogyha egy helyen egy kapcsolót átállítok, akkor illik kivárnom, hogy milyen hatást generálok ezzel, és addig nem nyomok meg még egy kapcsolót. Na most a mai akupunktőrök többsége sündisznót csinál a betegéből. Tehát nem egy helyen nyúl hozzá, hanem mondjuk 50, de azt villámgyorsan, és fáj. Szóval igazából ezeknél úgy el kéne kezdeni egy kicsit ellenkezni, hogy hát ez érti a dolgát? Vagy mi ez? Ez nem más, mint amit a gyógyszerekkel kapcsolatban megismertünk, hogy beadunk egy csomó vegyszert, és majd lesz valami, hát ha szerencsénk van. Szóval ugyanaz a szemlélet egy új módszerrel nem fog új eredményt hozni. Tehát kell a mi igényességünk, meg a kritikai érzékünk ahhoz, hogy kiválasszuk, hogy kitől hallgatunk meg egy ilyen tanácsot, és kit fogadunk meg arra, hogy hozzánk érhessen. Na most a mongol-tibeti gyógyászatban egyébként ugyanez az eljárás sokkal kifinomultabb, tehát ott nem szúrnak, hanem érintenek. És akkor innentől már egészen nem mindegy, hogy hány helyen. Mert ugye ott már nem lehet össze-vissza érintgetni, tehát ott pár helyen érintik meg az embert, és csodák csodájára valóban működik a rendszer. Tehát ez a nagy kapcsolótábla, ez igenis befolyásolható, igenis használható. Na most még egy szóra visszatérve a kvantumfizikára, bizonyos számsorokkal le lehet írni állóhullám jellemzőket. Na most a Sárga császár irataiban találtak ilyen számsorokat. Igen ám, de Sárga császár az bizonyos kései utódainak megfelelően megint nem tüntette fel a forrást. Tehát nem tudjuk, hogy honnan vették. A kínai professzorok, akik itt oktatják egyébként az akupunktúrát, bátorkodtak olyanokat mondani, hogy igen, ez a tudás ez egy kicsit régebbi, és a hunoknak egészen komoly köze van ehhez a tudáshoz. Na most el kéne menni, megnézni azokat a régészeti leleteket, amiket nem publikáltak, nem ismerünk. Ilyen üstök, amiket a hunok használtak, garmadával, szinte tonna számra van Észak-Kínában, mint régészeti lelet. A csodaszarvas ábrát azt saját trikókra, ott helyi használatra mázsaszám állítják elő, mint ahogy mást is. Tehát ugye nem kell azt gondolni, hogy csak a hunok jártak arra, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy valahol az a tudás, amit aztán a magyarok is különféle kulturális, meg etnikai örökségként megőriztek, az azon a vidéken is erősen megjelent, és olyan magas szinten, ami mondom azért ilyen számsorokkal jellemezhetően mondjuk egy meridiánt, azt 10 éve sincs, hogy a kvantumfizika ismeri. Tehát ezt korábban mi nem tudtuk. Tehát az európai tudományos élet és gondolkodás nem ismerte. Körülbelül 20-30 éve
jelentek meg azok a mérőműszerek, amelyek egyáltalán lehetővé tettek olyan pontos méréseket, ami nem egyszerű ellenállásmérés. Nekem van egy kollégám, aki egyébként biztos sokan ismernek, Őri Ajándok, aki nem orvosként kezdte a pályát, hanem mérnökként. És már úgy 40 évesen kezdte el az orvosegyetemet, és előtte már a kínai medicinában is jártas volt, és ő mérnökként kezdte kutatni a meridiánokat, és többek között a széndioxid kibocsátást mérte a bőrön. Na most, tehát erre is van műszer, tehát nem csak az ellenállás változik meg, akkor, hogyha mi egyet gondolunk, vagy valami görcs áll belénk, vagy megmérgeztek, vagy akármi, hanem egy csomó pontnak megváltozik az összes fizikokémiai adottsága. Többek között ez egy biológiai adottság, hogy mekkora a széndioxid kibocsátás, meg milyen a hőmérséklete, és így tovább. Na most a széndioxid kibocsátást mérő eszköz az nehézkes. Szemben ezzel az impedancia mérővel, amit ma már elterjedten használnak, az nem nehézkes. Tehát erre ez egy megbízható, egyszerű technológia, nagyon nagy számú mérést végeztek már ebben. Most a mérés nagy számát azt ilyen milliárdos nagyságrendbe képzeljék el világszerte. Én a magánpraxisomban pár száz embert mértem meg, mondjuk pár ezret, és azt gondolom, hogy egész jól tudom már használni. De most képzeljék el, hogy ez milliárdos nagyságrendben, ez micsoda tudás csak ezen a szűk területen. Na tehát a lényeg az, hogy valószínűleg létezett olyan magas kultúra, amelyik nem csak a kőkorszaki pattintó technikát ismerte, és abból nem tudott kvantumfizikai számsorokat létrehozni, amivel nagyon határozottan halmazokat lehet gyártani mondjuk ezekkel a még az utolsó évszázadban megismert hullámjelenségekkel, amit ugye Tesla óta kezdünk ismerni. Szaratov nevű orosz tudós alaposan átformálta azt a anyagról alkotott képünket, amiben Einstein tett egy megjegyzést 100 évvel ezelőtt, vagy körülbelül 110 most már, ugye telik az idő. Tehát nagyon fiatal az a tudomány, amelyikben mi kezdjük kapizsgálni ezeket a részleteket. Nagyon fiatal. És akkor jön egy 3000 éves régészeti lelet, amiben ez úgy van leírva olyan elegánsan, hogy senki nem érti, mert a számokat azt nem szokták besorolni az információk közé. Tehát én azért gondolom, hogy valami gigantikus dolgot kell elképzelnünk egy olyan korábbi világról, ami talán aranykorban létezhetett, és az égi Magyarországnak valami köze van hozzá. Tehát nem tudjuk elereszteni a fantáziánkat eléggé ahhoz, hogy felfogjuk, hogy nem tudunk olyan bátrak lenni, hogy megálmodjuk, mintha már nagyon belesűrűsödtünk volna a magunk kis szűk világába. De én mindenkit biztatok, hogy legyen elég bátor. És amit gondol, az annak a tízszerese is bőségesen kevés. Még annál több van. Tehát itt látunk egy ábrát, ide visszakanyarodva. Én, hogyha egy ilyen ábrát látok, akkor már azonnal van néhány gondolatom, tekintve, hogy több ezret csináltam, nyilván. Tehát nem mindegy, hogy melyik lesz kék, melyik piros, melyik zöld, stb. Ez mind árulkodik arról, hogy az adott személynek az adott pillanatában milyen fő törvényszerűségek szerint szabályoz a szervezete. Mindig meg szokták kérdezni tőlem, hogy és ez most rossz? Mondom, hát nem, mert hogy ugye aki mérhető, az él. Tehát ugye induljunk ki ebből, hogy a szervezetünk, tehát nem a kék a rossz és nem a piros a rossz, mert tulajdonképpen ha az egyik ilyen lesz, akkor a másik olyan lesz. Tehát a szervezetünk képes arra, hogy ha megbillen, akkor kiegyensúlyozza magát. Egyensúlyozza magát. Tehát nem spekulatív májregenerálásról van szó, egyensúly teremtésről van szó. Arról van szó, hogy a szervezetünk ezt most is csinálja. Tehát amikor én ezt csinálom, akkor nem is tudom, valami 30-valahány izom dolgozik. Csak ennyit csinálok. Ugye, mert nem dőlök el,
egyenesen tudok nézni, még beszélni is tudok közben. Tehát egy csomó izom szabályoz, hogy megőrizzem az egyensúlyomat, ha fölveszem a poharat. És ez mindannyian így vagyunk. Tehát pusztán, ha így ülünk, már az egy csomó izomnak a munkája, illetve másnak a inaktivitása, hogy ez így maradjon. Úgyhogy az egyensúly az egy nagyon is munkás dolog. És ahhoz egy nagyon komoly gépezet szükséges, ami ezt fenntartja. Tehát nem szabad olyan gyorsan reagálni válaszokban, spekulatív válaszokban, hogy most mi is történik, mert ugye nem tudjuk, hogy melyik a válaszreakció, az, ami magasabb, vagy az, ami alacsonyabb, vagy az, ami maradt. Mert mindegyik lehet. Tehát ez a nagy trükk az egészben, ezt kell kideríteni. És ez mind következtetés a részünkről, és ez mind a meglévő tudásunk birtokában létezik. Ha ez kevés, akkor bizony a következtetéseink is elég gyatrák lesznek. Tehát tulajdonképpen a meridián egyensúlynak vannak ilyen minőségi mutatói, belső arányok, amikből néhány dolgot azért, hogy leegyszerűsítsük, és ne kelljen mindenkinek ezt elmondanom, két paramétert szoktunk kiszámolni. Az egyik a stabilitás. Az egy külön megjelenik itt mögöttem. Melyik oldalon is van? A felsőnek a szélsője, tehát a jobb szélsőnöknek nézve. Az egy olyan skála, amiről eddig beszéltem, tehát ugye, ahol a Shaolin papok 80-100 között, mi átlagemberek 50 körül, és a betegségtudattal rendelkezők 30 körül, illetve így a nap végére egyre többen a 30-asokhoz csatlakozhatunk. És akkor kialusszuk magunkat, és akkor egy kicsit jobb, de már az első gondolatunk egy 20-at levesz a stabilitásból, már százalékosan. Tehát körülbelül ezt így kell elképzelni. Tehát dinamikus, de azért van egy sáv, amiben mindig beleszorulunk. És ez nem fönt van, hanem lejjebb. Tehát ez a stabilitás. És ez egy nagyon jól kommunikálható dolog, és igazán, ami nekem feltűnt, és ami után én bizalmat szavaztam ennek a mérési módszernek, az az, hogy én láttam azt, hogy a kúrák kapcsán az emberek, ha gyógyulnak, akkor a stabilitásuk is növekszik. És én bátorkodom mindenkit arra biztatni, hogy ne legyen elégedett azzal, hogy már nagyon jól érzi magát, amikor én még a stabilitását alacsony szintre mérem. Tehát akkor végeztünk egy kúrával, ha az ott fönt van. És akkor végeztünk. Tehát akkor ugye nekem nem szabad már azt mondani, de még van egy ötletem. Szóval, ugye, hát sajnos kevés ember van, akinek ezt mondhatom, ez is igaz. És ehhez, hogy a stabilitás mellé még legyen egy nagyon fontos, megfogható értékünk, az irány. Erre kidolgoztam egy revitalizációs index nevű számot, ami azért kellett kidolgozni, hogy úgy egyszerűsítsük a helyzetet. Tehát ha egy fölött van, akkor az azt jelenti, hogy azt a jó-rossz stabilitási értéket az egyén tudja tartani aznap. Ha egy alatt van, akkor nem tudja tartani. Tehát hogyha 30 és egy alatt van, akkor sajnos még a 30-at se tudja tartani. Na, ezt évekig tartotta még ezt a számot, úgy kidolgoztuk, hogy ez hogyan is legyen, és hogyan tudjuk gyorsan meghatározni. De a lényeg az, hogy ez sikerült, tehát ezzel nincs gond. Az eredménnyel, hogy mit tudunk kezdeni, azzal már több gond van természetesen. De a lényeg az, ameddig valaki az egészségét a panaszaitól teszi függővé, tehát olyan a szemlélete, és a labor adatok alapján mondja ki saját magáról, hogy ma most jó a cukrom, akkor most nincs semmi teendőm. Azzal ugye nem vagyunk jó beszélgető partneri viszonyban, mert hogy igénye nincs arra, hogy valamit tegyen önmagáért. Tehát ez az Égi Magyarország egyébként egy olyan előadássorozatból jött, amit a Püski körben sokan tartottunk mindenki más témában. Egyébként hasonlóan, mint ahogy itt sokféle téma
jelenik meg, amihez a magyaroknak közük van. Tehát ez egy idea, hogy akár így is lehetne. Még nem adtam be kormányprogramnak, de ez fordítva kéne. Fordítva kellett volna, hogy megtörténjen már jó pár évvel ezelőtt. Tehát a helyzet az, hogy ha így néznénk magunkra, akkor óvodáskortól kezdve azon vehetnénk észre magunkat, hogy az egyensúlyunkkal kezdünk foglalkozni. Egy sokkal szelidebb terület, és egy sokkal igényesebb kör. És ugye itt mi történik? Tehát amikor valaki megbetegszik, na, itt már is elakadtam, mert hogy ez mikor is van? Mert amikor tünetei és panaszai vannak, akkor már gyógyulni kezd, ugye? Tehát egy csomó pszichoszomatikus betegségről tudjuk azt, hogy amikor már végre megjelenik valami tünet, az már a lízis, az már a megoldási fázis. Előtte volt egy olyan distressz fázis, ami akár évekig tartott, ami nem járt olyan tünetekkel, mint a megoldási szaknak a tünete. De mi a rémisztő? Hát ez, amikor mozgáskorlátozottság, daganat, vérzés, stb. Jelenik meg. Az olyan ijesztő. Az, hogy előtte összeszorul a gyomrunk éveken át, és mindig megrezzenünk, hogyha valami megszokott hétköznapi dolog ér, és egyszerűen nem merünk tenni ellene, az nem ijesztő. Megszoktuk. Ugye, amikor homeopátiát tanultam, az úgy 30 évvel ezelőtt volt, nekem azt tetszett a legjobban, hogy az apró tüneteket kell megkérdezni. És amikor egy szert kell választani, mondjuk egy menstruációs zavarnál, akkor számít az, hogy a hölgy az szeret-e táncolni, szereti a napfényt és a tengerpartot, vagy éppen más szeret. Ugyanaz a panasza. De a szer, amit ki kell választani, az ettől a modalitástól, ugye eltérő tünettől függően, ami nem betegségtünet és nem is panasz. Hát az, még olyat nem hallottam, hogy aki arról panaszkodott volna, hogy szeret táncolni. Szóval érteni kell azt, hogy az embernek nem csak panaszai vannak. Na és ugye ez a világ, ez nagyon szép színes, és ebből lehet igazán választani. Tehát amikor ezt is tudom, akkor tudom megmondani, hogy mi a terápia. Ha ezt nem tudom, akkor vaktába lövöldözök. Akkor az nem tudatos, akkor csak úgy ex katedra kijelentem. Hát vagy bejön, vagy nem. De igazán nincs megalapozott hátterem, hogy bármit is mondjak. Na most szembe azzal, amikor tudom ezeket az apróságokat, a tünetek, panaszok mellé odaveszem a jelenségek sokkal szélesebb körét, ami az adott személyre akkor jellemző, és ez alapján értékelem a tüneteket és a panaszokat is. Tehát hogy szoktam én örülni annak, amikor egy méregtenyésztő kúra második napján nagy fejfájással, nyűgösen, káromkodva hívnak föl, hogy hát ők nem biztos, hogy ezt akarják folytatni. Mert ugye az átmeneti rosszabbodás az szinte törvényszerűen be kell következni. Ebből tudom, hogy elkezdte a kúrát. Ugye? Nyilván, hogy előre föl vagyok erre készülve, de mondom, azért van, akit meg tudok lepni azzal, hogy tényleg úgy történik, ahogy előre elmondtam. És az pont ezért van. Mert ezek a panaszok, ezek provokált panaszok, mesterségesen idézzük elő, de azért csináljuk, mert lemodelleztük a szervezetet, ahogy ő viselkedik. Tehát amikor megjelenik egy betegség, például a gyerekeknél nagyon gyakran, hogy a láz, és akkor az anyuka ilyetten nyomja bele a tömérdek gyógyszert, hogy levigye a lázat. Ugye most már azért a gyerekgyógyászat kellően differenciált és sokkal óvatosabban fogalmaz a klinikai gyerekgyógyászat is, hogy óvatosan ezzel, nézzük meg, jól jön az, nincs is más gyógyszerünk, csak a láz. Igyon eleget, ne legyen lázgörcse, és akkor mehet a láz. Szóval, és az akkor mi? Betegség, tünet, panasz? Veszélyes? Nem veszélyes? Tehát ugye megjelenik egy vérzés például egy daganatos betegnél. Például béldaganatnál ez az oldódási szakhoz tartozik. Akkor ez most baj vagy nem baj?
Hát ugye, ha elvérzik, akkor baj, de hogyha olyan a jellege a dolognak, hogy ez hozzátartozik ahhoz a fázishoz, amikor utána a daganat összeesik, hegesedni kezd, ha nem csinálunk mást, ugye akkor csinyán kell bánni azzal, hogy ilyenkor hogyan avatkozunk be, ha ismerjük a teljes helyzetet, és a beteg is olyan. Tehát ugye ez nem mindenkinek szóló általános tanács, adott esetben ez lehet egy jó jel, amitől nem félni kell, hanem felkészülni a még szükséges lépések megtételére. Ami rendszerint más, mint hogy riadtan szüntessük meg a tünetet. Tehát mondom, nem kell elvérezni hagyni a beteget, szó sincs róla, de nem kell azt gondolni sem, hogy az ijesztő tünetek azok mindig a rosszat jelentik. Szívinfarktus. Előre lehet tudni, hogy ki fog szívinfarktust kapni. Előre lehet tudni. Előre kell készülni. Előre, nem utólag kapkodni. Tehát mi be vagyunk etetve azzal, hogy szól a sziréna állandóan egy nagyvárosba. Mindig utólag érkeznek. Nem tudnak időben érkezni. Pláne nem keringésrendszeri betegekhez, vagy sztrókosokhoz. Tehát a agyi szintén keringés eredetű bajnál. Utólag tudnak csak érkezni. De mi már, ha éberen néztük volna a tüneteket, panaszokat, élethelyzetet, tudtuk volna már előtte hónapokkal, hogy ez hamarosan bekövetkezik. És föl lehetett volna készíteni a beteget. Na most ez a fajta igényesség az, ami egy más szemléletből fakad, amiről itt beszélek, az egyensúlyról, és az ehhez tartozó szemlélethez. És ugye a következő sor sem lényegtelen, a holisztikus szemlélet. Tehát amit itt példákat hoztam, az mind szellemi, lelki, testi tünetek egysége. Tehát ugye nincs is még egy olyan szakma, ahol kiveszünk valamit, és nem teszünk be semmit, és mégis működik tovább. Csak az orvostudomány. Egy autóból kiveszünk valamit, az el nem indul. Egy porszívóból se, hogyha kiveszünk valamit, az el nem indul. Ha egy emberből kiveszünk valamit, az megy tovább. Tehát, de ez nem jogosít fel arra minket, hogy akkor kivesszük, és azt mondjuk, hogy ez a megoldás. Inkább csak úgy rémülten nézhetünk, hogy jé, működik még mindig. Szóval valahogy másképp kellene látnunk, nem úgy, hogy ez megoldás volt, hanem hogy lehet, hogy segítség volt, de nem biztos, hogy ez az egyetlen, és nem biztos, hogy ez olyan üdvözítő, mert hogy nem robotok vagyunk. Legalábbis azt hiszem. No, hát igazán visszakanyarodtunk ahhoz az ősi tudáshoz, én azt gondolom elég nagyképűen, hogy visszakanyarodtunk ahhoz a minimum 3-4 ezer évvel ezelőtti tudáshoz, ahol már képesek vagyunk újra érzékelni az egyensúly finom részleteit, és ehhez vannak műszereink. Most egy pillanatig se gondolom, hogy ránézésre ezt más ne tudnám megcsinálni. Én csak műszerekkel tudok dolgozni, de hát van, akit ismerek jó pár embert, akiknek semmilyen műszere nincsen szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a dolgot, amit én így kimérek, azt ők megmondják. Műszer nélkül. Tehát ugye, hogy mi az üzenete ennek a még kisebb bontakozott újabb tudásnak? Hát az egyik az az, amit Kassai Lajos lovasíjász mondott, és én most körülnéztem az interneten, hát őt is plagizálják, de úgy, hogy nem tüntetik fel a forrást. Ez teljesen biztos, hogy ő mondta, ne őseinket kövessük, hanem amit ők követtek. Ugye amikor a magyar íjat rekonstruálta, ismertem abból a korból már, hát akkor nem volt könnyű dolga. Nem volt senki, aki megmondja neki, hogy mit is csináljon és mit ne, és egyáltalán hogyan tud használni modern anyagokat ehhez a technológiához. Tehát mindent valóban ki kellett, és nem az enyves faágakat gyűjtötte, hanem műanyagot használt, ahol úgy gondolta, hogy lehet, mert azt igyekezett követni, amit az ősök követtek. Tehát létrehozni egy ütőképes eszközt a környezetében lévő anyagokból. És tulajdonképpen az a orvoslás is, amelyik ősi forrásokra támaszkodik,
Két útja van, az egyik, hogy kellő meditációval 8 évig egy kis hát egy kabinba gíz levest fogyasztva napi kétszer meditálva szentemberré válik, és akkor vélhetően, hogyha ezen a beavatási 8 éven túl van, akkor már nem kell neki műszer, hogy kellő rálátással diagnosztizáljon, vagy pedig, mint én csinálom, hogy hát bizonyos műszerekkel próbálok egy újabb kulcsukot teremteni, amivel belelátok egy olyan működő rendszerbe, mint a szervezetünk. Tehát én is igyekszem követni, mint ahogy sokan, mert ezeket a műszereket ugye nem én gyártom, mint ahogy sokan követni próbáljuk azt, amit az ősök követhettek, csak ők szerintem sokkal magasabb nívon követtek, és ők még tudtak építeni olyan templomokat, és gondoltak nagyokat, hogy építenek is ilyen teljesen hiába való dolgokat, mint a piramisok. Hát ez minek szól, nem? Hát nincs benne egy bolt se, tehát semmi így a mai világban. Hol? Hát, és nem lehet shoppingolni, úgyhogy ez nem annyira praktikus, de ilyeneket gyártottak világszerte. Meg a Földnek alig van néhány olyan pontja, ahonnan egész számokkal leírhatók a bolygó mozgások és a naphold változása, mint például a Stonehenge. Stonehenge az a hely, ahol a Földön megvalósítható, csak nem az a belső kör, hanem még egy külső kör is kell hozzá, hogyha ott egy lelkes helybéli munkatárs ilyen kőgolyókat rakosgat napról napra, jobbról balra, akkor mindig tudni fogják, hogy a hold milyen fázisban van, milyen évszak van, milyen nap van, stb. Tehát az egy naptár. Viszont, hogyha azt odébb rakják mondjuk 100 kilométerrel, ott már nem látszik. Tehát ugye a fényárnyék viszonyokból lehet tudni, hogy most mi hogy van. Tehát az a leolvasó rendszer, ahogy a nap rávilágít, és onnantól már nem lehet tudni. Tehát mintha fölülről is látni kellett, hogy melyik legyen az a pont, ahol egy ilyen kis számlótáblát gyártani lehet, ahova telepíteni kell. És ugye sorolhatnánk. Tehát én azt gondolom, hogy olyan magas kultúrákról van szó az ilyen ősi kultúrákban, amihez legalábbis a stratoszférából kellett nézni mindent, hanem még följebbről. De ebbe már nem megyünk annyira bele, mert egy másik irány még érdekesebb, és legalább ennyire össze tud zavarni mindenkit. Tehát át fogunk térni egy másik világra. Tehát a szemléletváltásból, ha nem elég egy téma, akkor mi most még egy témát előhozunk. Ezt már egyedül nem mertem semmiképpen vállalni. Tehát itt újra szerepel egy ábra, aminek a harmadik része az egy kör, és ez a kör a szerv órával kapcsolatos, pontosabban a meridián aktivitásoknak a mérőköre. A meridián aktivitás ugye az egy belső bioritmus, ami 24 órás ciklusidejű, nem 12. Ezt remélem, hogy mindenki értette. Van egy órám, amin 12-es beosztás van. Ezzel nem leptem meg senkit, gondolom. Mert hogy alig lehet olyan órát találni, ami 24-es beosztású, az már is legalább 3 millió forint, és hát egy kicsit erről most beszélgetünk, hogy a ritmusok, a bioritmus az egyáltalán hát hogyan van a fejünkben, és hogyan lehetne, és mivel járna az, hogyha másképp lenne. Szóval tulajdonképpen, ahogy az egészség-betegség helyett az egyensúly-stabilitás fogalmakkal operálnánk, és mindig erre gondolnánk. Tehát ugye egy beteg, hogyha egyensúlyba kerül, nagy esélye van arra, hogy meggyógyul. De arra mindenképpen, hogy jobban lesz.
ha egy beteg még elveszít az egyensúlyából, garantáltan rosszabbul lesz. Ha egy egészséges egyensúlyban van, akkor egészséges marad. Ha az egyensúlya labilis, akkor megbetegszik. Ez azt hiszem így akkor nagyon egyszerű és nagyon világos. És sokkal egyszerűbben lehetne ebbe a rendszerbe gondolkozni, ha ezt sokan csinálnánk. Na most ugyanilyen rendszer a bioritmus. És akkor folytasd egy kicsit. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szűs Cecília vagyok. Eredetileg vallástudomány filozófia szakon tanítok, és azt a fajta szemléletváltást, irányváltást, amit Feri is elkezdett itt az elején, több éves kapcsolatunk során többször megbeszéltük, mivel hogy a világon létező különböző kultúrák, különböző népek történelmi hagyományai, különböző látásmódot, világértelmezési módot hagyományoztak ránk, ami a mai napon is körünkben van, és az a fajta ömlesztett tudás, ami most itt megjelenik Magyarországon a New Age hatására, az idehozza elénk az elmúlt korok, korszakok, történelmek több ezer éves hagyományát, különböző földrajzi helyekről, különböző korszakokból, és ezt így egyszerre kapjuk, hogy most hivatkoznak a védákra, hivatkoznak a kínai meridiánokra, hivatkoznak az egyiptomi piramisokra, és akkor a mai nyugati tudomány eredményével együtt egy olyan kaotikus ömleny van itt jelen, hogy győzzön az emberben neki igazodni. És ebbe próbálunk így többen egy munkacsapat rendet vágni, amihez egy hihetetlenül csodálatos vezérfonalunk van, és ez a magyar nyelvünk. Hihetetlen módon, gondolom megint mindenkit megleptem vele, ugyanis a nyelvünkben vannak azok a kulcsok, azok az iránymutatások, amik a történelmi hagyományainknak élő, ma is használt részeként nem lehet elásni, eltüntetni, nem kell érte több ezer kilométereket menni, nem lehet ráfogni, hogy az a régészeti lelet az nem is magyar, az nem a hunoké, hanem valaki másé. Itt van, velünk van, kéznél van, nálunk van, és tudjuk használni, csak érteni kellene. Tehát beszélünk, és ritkán tudjuk, hogy mit is mondunk. Úgyhogy én ennek az iránynak azt a részét képviselem, amelyik a magyar nyelv szavaiban rejlő csodákat próbálja kiaknázni, és ezen belül is azt a részét, ami a saját életünk, ritmusaink, harmóniánk, egyensúlyunkkal kapcsolatos. Most ez így kronobiológusnak van feltüntetve, a kronosz, ugye krono az az időt jelenti, tulajdonképpen azoknak a ritmusoknak az összekapcsolódását, amit mindannyian megélünk életünk során, 24 óra alatt, hiszen mindannyian tapasztaljuk nap, mint nap, hál' Istennek, hogy minden reggel föl kell a nap, világos, kiáradó, aktív, hajrá, lehet menni dolgozni, dél körül, delel, akkor van a legmelegebb, aztán, amikor már elfáradtunk, akkor megyünk haza pihenni, és a nap is leszáll, és aludni tér, velünk együtt jobb esetben. Na most ez az a ritmus alap, ami minden élőlénynek tapasztalata. Ezt éljük meg. Illetve ezt élnénk meg, ha a technokrata civilizációban, amiben itt nyugaton mi létezni kényszerülünk, elénk nem tette volna azt a 12 órás órát, ami azt mutatja nekünk, hogy 6 óra van. Most ha 6 óra van, akkor most nekem föl kell kelni, és indul a nap, és megyek a gyerekkel a suliba, vagy este van, és most vacsorát főzzek, és mert az, amit használunk, az csak azt mutatja meg, hogy 6 óra van. Helyette egy olyan rendszert kezdünk kidolgozni, amelyik a teljes ritmust meg tudja mutatni, amelyik a teljes nap 24 órájából áll. Mert az a ritmus, amit egyetlen napon belül megélünk, az ismétlődik egy év alatt is, hiszen minden évünkben van egy tavasz, amikor az az élet hajnala, van egy nyár, amikor az a legmelegebb időszak, és van egy tél, amikor téli álomra készülődik a természet, hiszen ugyanúgy alszik el a természet egy év alatt, mint ahogy elalszunk egy napi ritmusban.
de ha ezt a léptéket tovább visszük, akkor az életünkre is ugyanígy kulcsa a nyelvünk vonatkozik. Hiszen életünknek is van egy tavasza, meg egy alkonya. Hiszen az is egyetlen körben, egyetlen ritmus szerint működik. És itt köszön vissza a gyógyításhoz, mert nagyon nem mindegy, hogy egy gyermeknek próbáljuk a lázát lenyomni, vagy nem lenyomni, vagy egy idősebb, megfáradtabb szervezetnél jelentkezik ugyanaz a tünet. Nem ugyanúgy kell kezelni. Nem ugyanúgy lehet hatni. Nem ugyanaz a harmóniát éli meg az az ember. Az a növény, amelyik tavaszi, az még rugalmas. Az az ember, amelyik még élete tavaszán van, látjuk a kisgyereket, bekapja a lába ujját, semmi gondot nem okoz neki kis csecsemőkorában. Most próbáljuk meg, nem tudom, ki van itt a teremben, aki ezt utána tudná csinálni. Pedig valamennyien tudtuk, tehát bennünk lévő képesség, hiszen mindannyian úgy kezdtük, hogy megharabdáltuk a lábunk ujját. Hát ma már nem tudjuk. De lehetséges. Nem kevesen vannak, akik 50-60 éves korukra nyerték vissza ezt a rugalmasságukat, és tudják újra úgy használni a testüket, ahogy azt használni lehet. Ha egyensúlyt teremtenek önmagukban és a saját ritmusukban. Most ami még eszköz hozzá, az a kronobiológia nevű módszer, amelyik egy nagyon modern, hiszen high-tech technológiák, és mégis ősi alapokhoz nyúl vissza. Az a sok-sok fáradozás, ahogy Stonehenge-t megépítették, ahogy a piramisokat megépítették, az nem ok nélkül való, hiszen az ősi időktől kezdve tudja, érzi az ember, hogy az idők ritmusa, a csillagok állása által mutatott idő ritmusa, az nagyon nagy hatással van az emberre. Ez a mai világ sajnos pénzközpontúvá vált nálunk itt nyugaton legalábbis. Csinált belőle egy ilyen asztrológiai maszlagot, és akkor meg lehet nézni a linkbe vagy bárhol, hogy ma mi a horoszkóp szerinti legújabb nyerek vagy vesztek, vagy nem tudom. Tehát lehet így is használni, ugyanakkor ebben az egész rendszerben sokkal mélyebb tudás van, sokkal helytállóbb tapasztalatoknak a leszűrt hagyománya, és ma is használható eszköztára, ami a napi bioritmussal összehangolható, és ebből lett a kronobiológia nevű számolási módszer, ami azt is meg tudja mutatni, hogy egy egyénen belül hogyan állnak föl ezek a harmóniák. Hiszen akkor, amikor megszületünk, már nem vagyunk egyformák. Az, hogy mindenki tiszta lappal érkezik, azt, szóval ahhoz nem kell hinni a reinkarnációban, hogy az ember tapasztalja, hogy ez nem így van, mert elég bemenni a csecsemő osztályra, és látni a kis egy-két napos babákat, az egyik szépen nézelődik ki a kis ágyából, a másik kiabál, a harmadika nem lehet mit tenni, tehát teljesen más a ritmusunk, más a lendületünk, más a, ami ennek születünk. Ha harmóniát akar keresni az ember magába, és nyilvánvalóan az a lényeg, hogy önmagammal legyek harmonikus, akkor nagyon nem mindegy, hogy most gólya vagyok, és fél lábon is teljesen jó egyensúlyban megállok, vagy elefánt vagyok, és mind a négy lábam kell, vagy éppen kenguru, mert akkor a farkamra kell támaszkodni, különben eldülök. Tehát az az adott egyén, hogy milyen belső, lelki, szellemi, fiziológiai, fizikai összehangoltsággal rendelkezik, ahhoz az egyénhez lenne jó, hogyha hozzá lehetne igazítani azokat a segítségeket, amik az orvostudomány részéről a saját harmóniájának a megtartásához, vagy visszaállításához hozzásegíteni. És ez az, amit több éve tanítottam, és tanulunk most már egymástól, hogy hogyan lehet ezt a módszert felhasználni arra, hogy megismerjük saját magunkat, saját magunk velünk született belső ritmusát, és ehhez a ritmushoz hozzáigazítani a körülöttünk lévő világ ritmusát, a napok, az évszakok, a saját életünk életeseménye kívül a saját életidőnk hozta ritmust, és ezek a különböző ritmusok hogyan tudnak egy olyan harmóniába állni, aminek a közepén az adott egyén van, hiszen az az én életem, az az én harmóniám és az én időm. Hiszen az mindenki saját maga körül érzékeli azt,
ahogy forognak a csillagok, ahogy forog vele a föld, ahogy halad vele előle az élet. És teljesen másként jelenik meg egy energetikai összhang egy 20 évesnél, egy 40 évesnél, vagy egy 60 évesnél. De ez még csak az egyik része, hogyha azt mondom, hogy hány éves, mint kronológiai idő, hogy akkor született, teljesen más, amilyen a belső kora. Van néhány olyan fiatal, akivel beszélgetek, 10 pár évesek, 14-15, és olyan érett gondolkodásúak, mint más 30 évesen se. És annos tanítok a főiskolán nagyon sok olyan 20, majd 30 éves fiatalt, hát akik olyan a 10 éves kor körül meg is ragadtak, és úgy majd anyuci majd fizeti nekik a 8. fél évet is, amit sikertelenül tesznek le. Tehát ez egyébként egy jelenség, hogy beleragadnak a fiatalok ebbe a főiskolai létbe, nem Magyarországon, illetve nem csak Magyarországon, hát ebből már népesedésügyi politikai probléma is van külföldön. Igen? Meséld el azt feltétlenül, hogy ez a 7 éves ciklusokban, hogy hogyan érünk felnőtté, tehát 21 éves korra, tehát hogy miről kéne az első 7 évnek, meg, tehát hogy mint példa? Igen, mert az asztrológiából, tehát annak az eredeti tapasztalati alapon ma is használható tudás magjából, tehát nem az, ami a mindennapi asztrológiai jóslat, abból össze lehetett rakni egy olyan rendszert, amelyik a személyiségfejlődésnek és a fejlődéspszichológiának teljesen megfelel, tehát a mai tudományos ismereteknek, hogyha megnézzük a 12 csillagjegyet, és a 12 csillagjegy által képviselt, vagy hozott, vagy mutatott minőséget, mindegyik minőséget 7 év alatt éli meg az ember, és az életéhez hozzá lehet igazítani, mint egy belső órát. Hiszen akkor, amikor megszületünk, amikor megszületik a fény tél mélyén, karácsonykor oda közeledünk most, minden természeti nép ezt a különleges égi eseményt megünnepelte. Tulajdonképpen, remélem senki hitét nem bántom meg, azt a karácsony ünnepet, amit a kereszténység ünnepel így decemberben, a téli napforduló idején, azt egy eleve ősi létező fényünnepnek a helyére tették, ültették rá, használva azt, hogy az emberek olyankor azt ünneplik, hogy eljött a legsötétebb éjszaka után a fény újjászületése. Amikor a fény megszületik, a bak ideje következik el, ugye a nyilas végén járunk, és a bak ideje az a csillagképi rendszer, amelyik azt mutatja meg, mint amit télen csinál az élet. Összehúzódik, bezáródik, házat épít, bundát növeszt, zsírpárnát, alszik, vigyáz, óv, őrzi a magukat egész télen, hogy mire jön a tavasz és a kikelet ideje, addigra a kis csíra még életképes maradjon. Hogyha a fénnyel együtt megszületik az ember, ha fény lények vagyunk, nem csak élő lények, hanem élő fények magyarul, akkor azt is látjuk ebből, hogy ugyanez az első 7 évünkre jellemző viselkedésmód, hiszen mind a kenguru a kisbabáját, anyucik is itt hordják a kis kötözőjükbe a babát, óvják, védik, vigyázzák, és el kell telnie 2-3 évnek, mire a szülői közvetlen óvott védett közegből egy picikét nagyobb óvott védett közegből az óvodába elmegy, majd amikor onnan is felcseperedik, tehát a 6-7 éves kora környéke az, amikor ebből kiléphet. 7 évenként élünk meg egy-egy asztrológiai jegy által jellemzett ciklust, ez gyakorlatilag biológiailag is igazolható, hogy 7 évente lecseréljük a sejtjénket, 7 évente megváltozik az ízlésünk, 7 évente másokat kezdünk szeretni, tehát ételekbe, ízekbe, mint amit eddig. A következő 7 éves ciklus pszichológiai változásban is, amikor elmegyünk iskolába a 7-től 14 évig. Kénytelen volt a hivatalos oktatást is ráépíteni erre a fejlődési ritmusra, hogy az ember kibontakozik, akkor már nem lehet másképp oktatni. Ez pedig utána a vízöntő, ugye csillagjegy ideje a bak után, amelyik levegős jegy révén egy ilyen kis szélelbélelt szerebúrdi, hát meg kell nézni, bemenni az iskolába, mit csinálnak a 7 és 14 közötti
kis 10 éves fiatalok rohannak végig a folyosón, kiabálnak, és fölfordítják a világot, és ők már mindent tudnak, és azt is nagyon kereken, tehát azt, amit egy vízöntő jellemű ember csinál, tehát amit a vízöntő képvisel, tehát azt, hogy magába veszi az életet, és ő most mindent megvált, azt a kis levegőt. És mi jön utána? 14 és 21 éves kor között jön az a ciklus, amit egyébként a pszichológiai hivatalosan ilyen segíts gyorsan mondani, a pubertás idejével, a kamaszkori problémák idejének gondol. Mit jelent ez tulajdonképpen? Miért vannak a lázadó kamaszok? Miért van ez a sok probléma a kamaszkorral? Azért, mert belekerülnek a halak idejében. Halak jelképe, ez a két egymásnak hátat fordító kis halacska összekötve. Tulajdonképpen két erőt jelképez, egymásnak ellentfeszülve. Ez az a kor, amikor 14 és 21 éves kor között el kell dönteni, mi leszek, ha nagy leszek, jó vagyok, vagy nem vagyok jó, szeretnek, vagy nem szeretnek, ezt válasszam, vagy azt válasszam, ide jelentkezzek, vagy oda jelentkezzek, ezt tanuljam, vagy azt tanuljam. Tehát egy csomó olyan kérdést vet föl, amit el kell dönteni. Nem lehet egyszerre kétfelé. Ha a fiatalok abban a korban, amikor elkezdődik az érésük és a párválasztásuk, ha az egyiket választja, nem választhatja a másikat. Ha az egyik tananyagot veszi magasabb óraszámba, akkor nem tudja tanulni a másikat. El kell döntse. El kell dönteni, hogy hova adja be a jelentkezését. Ugye még felnőtt fejjel se tudjuk sokszor, hogy mik akarunk lenni, de a tizenéveseinktől elkérjük, hogy igenis add be a jelentkezési lapot, igenis mondd meg, hogy hol tanulsz tovább. Ez az az élethelyzet, és ez az a feladat, amikor döntenünk kell. 21 éves korunkra szellemileg kifejlődve, jó-rosszul eldöntve a dolgokat, de akkor mási nem vagyunk. Már tanulunk, vagy nem tanulunk, vagy dolgozunk, vagy párunk van, vagy nincs párunk, tehát addigra már eldőltek ezek az irányok, és akkor értünk bele a kos idejébe. Életünk hajnalán, tavaszán belerendülünk a tűzzel, a kos tüzével az életbe, ugyanúgy, mint tavasszal a kipattanó rügy. Na hát egy 20 éves fiatalnak nem lehet semmit megmondani, mert ő már tudja, ő már megtanult, ő már megváltja a világot, aztán valamennyien voltunk fiatalok, tehát saját magunkról is emlékezhetünk ezekre. És ezek a ciklusok, ahogy felépül az ember személyisége, ahogy megtapasztalja a különböző elemek minőségét, ahogy megtapasztalja a 7 éves ritmusok szerint az általuk közvetített minőséget. Ezek az adott egyén harmóniájába épülnek bele. Az egyik egyén harmóniája, belső harmóniája, amit a kronobiológiával ki lehet számolni, az egyikhez sokkal jobban illeszkedik, mint a másikhoz. És ezeket a hetes ciklusokat, ezeket ki lehet számolni. Mert az első 7 évünk az a Föld eleméhez tartozó bak ideje, amelyik a fizikai világot, a fizikai világhoz való alkalmazkodásunkat mutatja meg, hogy hogyan tud jönni, menni, mászni, futni, szaladni, egyre több készséget elsajátítani a megszületett gyermek, egész addig, mire elmegy az iskolába. Tehát az első 7 évünk megtanulni valói a Föld elemhez és a fizikai világunkhoz tartoznak. A második 7 év levegős jegye a 7 és 14 éves kor között az a kiáradó szereteté. Az a léleknek a kifejlődésének az ideje. Itt nagyon-nagyon fontosak azok az érzelmi hatások, amik érik az embert, az egyént, hogy milyen támogató közeget kap, úgy az iskolájától, nagyobb családjától, vagy a közvetlen rokonságától, legfőképpen a szüleitől. Elfogadást, elutasítást, megértést vagy nem megértést. Itt alakul ki az egyéniség, itt alakul ki a saját én tudat. Itt alakul ki az, hogy mi leszek, ha nagy leszek, milyen hatással tudok fellépni a világra. És utána jön a szellemi része. Még mielőtt jönne a szellemi, egy pillanat, hogy így, csak így rutinosan. Tehát ehhez mindenképpen azt szeretném hozzátenni, csak azért, hogy egy kicsit felfordítsam a világunkat, és egy kicsit hát mélyebben elgondolkozzanak, mert így halva ezeket olyan logikus és egyszerű. De gondoljanak egy kicsit bele abba, hogy 7 és 14 éves kor között van az általános iskola. Nem az érzelmi kondíciókat
tanítják meg, és hagyják átélni, és kibontakozni a gyerekekbe, hanem tömik a fejüket eszetlen hülyeségekkel, szó szerint. Tehát most már nem arról van csak szó, mint eddig, hogy pártpolitikai hülyeségeket kell megtanulni, hanem meg az ember az a majomtól származik. Szóval nem, egyszerűen olyan módon versenyeztetik és kondicionálják a gyerekeket a szellemi teljesítményre, ami majd 14-től 21 éves korig lesz aktuális, hogy az érzelmeket csak elnyomni lehet ebbe a közegbe. Na most mi érzelmileg infantilisek maradtunk úgy társadalmi szinten, és legyen megkönnyebbülve az az ember itt köztünk, aki nem így van, és nem szenvedte ezt el. Tehát egy kicsit dühösebben tekintsünk erre a világra, amiatt, hogy nem tudunk az érzelmeinkkel mit kezdeni. Nekem a praxisom abból áll, és egész jól megy, hogy az emberek nem tudnak az érzelmeikkel mit kezdeni. De higgyék el, én tudnék más csinálni, hogyha tudnánk mit kezdeni az érzelmeinkkel. Tehát ugye az, hogy distressz, ez a fogalom azért létezik, mert nem tudunk mit kezdeni a stresszel, mert nem tudjuk levetni, nem tudjuk kitombolni. Egyszerűen hallunk egy hírt, mert bekapcsolva felejtettük a tévét, ami megdöbbent, és 3 hétig nem tudunk megszabadulni ettől a döbbenettől, de egy perc múlva már egy másik megdöbbentő dolgot hallunk. És érzelmileg mi nem vagyunk ilyen gyorsak. Az érzelmeket nem véletlenül szertartásokban élték át a népek, a világ minden táján, és élik ma is, ahol épeszők maradtak. Tehát egy esküvő 3-7 napig tart, és a temetés is, és sorolhatom. Tehát igazán minden nagy életesemény érzelmileg feldolgozható kell, hogy legyen. Az nem úgy van, hogy egy perces néma felállás. Ez nagyon debil dolog, aki azt gondolja, hogy ezzel valamit is érzelmileg elkövetett, ami feldolgoz bármit is. Nem vagyunk ilyenek. Lassúak vagyunk érzelmileg. És hogy ezt egy kicsit gyorsítsuk és teljessé tegyük, ahhoz 7-től 14 éves korig kötelező kifejezni az érzelmeinket. És ez az, ami talán ebben a világban a legjobban elmarad. Azért gondoltam, hogy ezt én azért egy kicsit így kontrasztosabban megfogalmazva hozzáteszem, mert ezek kötelező belső ritmusok, kötelezőek mindenkire, aki ember formájú, kötelező. Tehát visszaadom a szót, csak mert a másik 7 év is nagyon izgalmas lesz, csak szerettem volna a kedélyeket felborzolni az érzelmek táján. És egyből az is látszik, hogy ilyen beszélgetések is, hát nem viták, de eszmecserék. Tehát a magyar az tökéletes. Eszmét, gondolatot cserélünk egymással, és ezáltal próbáljuk rendszerbe rakni egy egész honlapot, üzemeltet már Feri arra, hogy hogyan lehet ezt a kronobiológiai számítást kiszámolni egy-egy ember, ha jelentkezik nála, hogyan tud ezzel a ritmussal, ezzel a belső ritmus megismerésével segíteni. Mert ezek a folyamatok, ezek mint egy lenyomat ott maradnak. És akkor, amikor már ott vagyunk életünk derekán, valamikor 30-40 éves korunk körül, akkorra rakódik ránk az a teher, mint a fára, ahogy felnőtt, hogy milyen kis csíra, milyen magocska, milyen kis fácska tudott abból felcseperedni, amikor megkapja a terhelést. Tehát az egyensúly, az akkor nem tűnik fel a belső instabilitás, hogyha nincs rajt teher. Akkor, amikor valamit tenni kell, tehát mind ahogy az egyensúlyoknál mindig említetted is, hogy nem mindegy, hogy mennyi az előhozható tartalék az emberből, mert az élet ezeket hozza belőlünk elő. Van egy energia mennyiségünk, amit föl lehet használni egy életünkre, ezt kell beosztani, nincs több, és ha nagyon-nagyon sok minden elviszi, akkor nagyon kevés marad. Nem tudunk mihez nyúlni. Már nem tudjuk kialudni magunkat. Már csak alszunk, és mintha nem is aludtunk volna, úgy kelünk fel másnap. És ez a folyamatos kipihentség, hiány, azért tanítanak ma már lazítani. De az a helyzet, hogy nem tudunk lazítani, csak ernyedni. Nem tudunk feszíteni, mert görcsölünk. A lazítás a feszítésnek az ellentéte.
de mi csak elnyerni tudunk meg görcsölni, mert ezt a ritmust hozza belénk a mai világ. Azzal is, ahogy lefelezte az időnket. Tehát körülbelül 150 éve mérgezi az emberek tudatát, jobb agyféltekéjét, amelyik a képi látásra van rá állva. Tehát azzal érzékeljük a jobb agyféltekénkkel a képet, az egységet, a teljességet, az összbenyomást. Bal agyféltekével látjuk a számokat, az adatokat, a logika, a matematika, ilyesmi tartozik hozzá. És amikor egy képet kapunk, mint amilyen az óra, amit most letettél, az egy tökéletes kör alakú mandala ábra, 12-vel. Én nem értettem soha, hogy a mai technika pedig lehetővé tenné, hogy 24 órát lássunk. Miért 12? De 12. Reggel 6, meg este 6 ugyanaz. Pedig a saját bioritmusunk szerint egész más cselekvési sor tartozik hozzá. Kínaiak nem hagyták magukat, ők még nem néztek ilyen kvarcórákat. Ott a bioritmus a szerv órán 24 órában van. Nagyon jól lehet a 24 órás szerv órán látni, hogy a reggel 6-kor egészen más szerv aktív és dolgozik, mint az este 6-kor. És más van délben, meg más van éjfélkor, de az órámra nézek, nem tudom. És azok a pici dolgok, pici jelek, amik körülvesznek minket, azok hatnak ránk. A régi hagyományban, a szakralitásban nagyon nem mindegy, hogy milyen kis tányért teszek föl a konyhába. Hogy hova vetül körbe a fény, hogy olvassa le nekem a fény az időjárását, tehát az idő múlását, ahogy a nap halad. Az végigolvassa az egész napot. Amikor nem olvassa, amikor nem süt be a nap, akkor mit kell csinálni? A világosság, a fény az a kiáradás, a tevékenység, az aktivitás ideje. És amikor nincs rá útmutatásom, akkor mit kell csinálni? Akkor jönne a befelé fordulás, a befogadás, passzív, békés ideje. Helyette most mit csinálunk? Ja, 6 óra van, fölkapcsoljuk a villanyt, bekapcsoljuk a tévét, és este 6-kor kezdjük újra, mintha most kezdődne a nap. És hol van a sötétség? Hol van a békesség? Hol van a nyugalom? Hol van a lélek? Hol vannak az érzések, amikről Feri is szól, hogy hát az iskolában se. Tehát akkor, amikor ez kifejlődik a pici gyerekbe, pici, 7 és 14 éves kor között, hol kapja meg azt, hogy szabadjon a saját belső életével foglalkozni? Mit kapunk este nyugalom helyett? Híreket. Meg nem tudom, nagy testvért, meg egyebeket. Tehát nagyon jó a helyet, hogy magunkkal foglalkoznánk. Ha megnézzük az év ritmus körét, az meg tudja nekünk mutatni, hogy mit kellene az adott napszakba csinálni, mert a ritmusoknak csak a léptéke a különböző, a minősége azonos. Akkor, amikor megnézzük, hogy tavasszal minden lendülés elevenen megy neki az életnek és a nyárnak, ugyanaz minden reggelünk, amikor neki lendülünk a napnak. Amikor megnézzük, hogy az évkörön mit csinálunk ősszel, télen, behúzódunk, bevackolódunk, meleg legyen, itt van advent ideje, a befelé fordulás ideje, halottak napja, a rajtunk kívül létező, testetlenül létező, más világokkal való kapcsolatfelvétel ideje. Minek kellene lennie az esténken? Ez. Ennek a nyugalmas, befelé, felfelé néző, pihenő időnek, amikor karácsonykor a szeretet ünnepén egymáshoz fordulunk, úgy kellene minden este a pároknak, a családoknak egymáshoz fordulni. Ez nincs. Helyette van tévé, van shoppingolás, van, menjünk még a plázában, meg nézzünk meg egy mozit, és mi nincs? Normális, stabil párkapcsolat. Válások ezerrel. Ne, egyszerűen nincs meg az az érzelmi töltés, az a meghittségnek, békességnek az az ideje, amit a szervezetünk ritmusa szerint nap mint nap meg kellene adni önmagunknak és az egész családunknak, párunknak, gyerekeinknek, hogy figyelünk rá, hogy figyelünk magunkra, hogy nem az aktív, tevékeny, külső dolgok ideje lenne, hanem az estében nem azt kéne figyeljen, hogy kirobbantott ott Afganisztánban, vagy mi történt, hanem azzal, hogy itt velem, a családommal, a gyerekemmel mi történt. Ha ez nap mint nap megvan, akkor stabil az év,
stabil az élet, megvan a stabilitásom és a harmóniám. Ha egy-egy nap kimarad, talán még elmegy, hiszen az ember az egy olyan szerkentyű, amiből kivesznek valamit, odébb megy még. De ha rendszeresen kimarad, na az baj. Ott akkor van egy olyan hiány, ami nem kapott töltést. Van egy olyan feltolulás, ami nem tudott szabadulni. És ez az, ami a betegségeket okozza, ez az, ami a belső instabilitást okozza, és ez az, amit ki lehet mérni a műszerekkel. De hogy kinél mennyi, az megint egyénfüggő. Na, ezt mutatja meg a kronobiológia. De az egyénfüggőségen belül is attól is függ, hogy éppen gyerekként, ifjúként, vagy már életünk javán túl nézzük meg ezeket a harmóniákat. És egészen másként kell kezelni. Azt tapasztaljuk, hogy nem vagyunk harmóniában önmagunkkal, és ezt a diszharmóniát, ezt a körülöttünk lévő civilizáció segíti elő. Mondjuk a 12 órás órával, az összes mechanikus, technikai felszereléssel, a tévével és a shoppingolási lehetőséggel, és azzal a mesterséges környezettel, ami nagyon eltávolít minket a természettől, és akkor kénytelen vagyok, másképp tudok magyarázni, csak magyarul, bocsánat. A természet az most micsoda? Mert a természet látható körülöttem is, de nekem is van egy természetem. Nem biztos, hogy jó természetem van, bár egyesek szerint igen, de van jó természetű, meg rossz természetű ember. Most akkor, amikor a természetről és a természetességről és a természet ritmusáról beszélünk, akkor melyikről beszélünk? A kívül látható természetről, vagy a saját természetemről? Ismerem-e a természetet, ismerem-e saját természetemet, hogy én milyen vagyok? Milyen a lendületem, milyen a ritmusom, milyen a gondolkodásmódom, milyen a vérmérsékletem? Ki ismeri saját magát? Saját természetét. És ismerjük-e saját természetünknek ugyanazt a ciklikus változását, ahogy a természet jelzi körülöttünk? Hogy tavasszal milyenek vagyunk, meg hogy ősszel milyen zörgősek tudunk lenni. Amikor szárad a falevél, és rálépünk, és rocsog, és rezeg, és zörög, hát van néhány 60-70-80 éves korú körül idős ember, akire ugyanezt mondják, hogy zörög. A nyelvünkben benne van. Mit zörög otthon az asszony vele? Miért zörög? Hát azért, mert ugyanúgy elfonnyadt már, elszáradt már belőle az a rugalmas erő. Ő vele már tapintatosabbnak kell lenni. Ő már nem tud úgy alkalmazkodni. Vannak a kis megrögzött szokásai. De hogy jön ez ide? Úgy jön ide, hogyha végignézzük az életünket a 0-tól 7-ig a bak idejébe, 7-től 14-ig a vízöntő idejébe, 14 és 21 között kerültünk bele a halak idejébe, a belső vívódások, belső feszültségek idejébe, és ennek a belső feszültségnek, tehát a kamaszkorra jellemző belső feszültségnek a külső megjelenése, ez mindenkivel vitázik. Tehát szülő lehet szép, de okos nem, tehát a kamaszkorú gyereket, aki nevelt már, azt tudja, hogy hát ez az az időszak, amit ki kell bírni a szülőnek, majd csak túl lesz rajta gyerek. 21 év az, amikor a kitalálja saját magát. Ki kellene találjuk saját magunkat, ha megkaptuk a megfelelő alapokat, ha vízöntő korunkban megkaptuk azt a lelkesítő dolgot, mint amit a természet, mert mit csinál a természet tavasszal, a vízöntő idején? A fák ébredése. Szívják magukba a nedvességet. Mint ahogy a gyerekek locsognak, fecsegnek, és öntik, borítják ránk. Tehát a szavainkban, a kifejezésünkben, a nyelvünkben benne van. Ha megnézzük a természetet, és megnézzük a saját természetünket. És utána mi jön? Utána jön ez a vizes jegynek jellemzett halakjegy, és amikor ezek az érzelmek letisztulnak bennünk, és tudjuk, hogy mit akarunk, akkor jön a tűz, a tevékenység aktív ideje. 21 és 28 éves kora között lehet tanulni, lehet karriert építeni, lehet családot tervezni, lehet házat építeni, lehet megváltani a világot. Ennek a korú népességnek, tehát ennek a korú fiatalságnak ez a dolga. Megy fejjel neki a falnak, mint a kos maga. Mert neki lehet, mert ő van abban a korában,
amikor fiatalként ez a természetes. Megint nem tudom kikerülni a szót magyarul. Saját természetem szerint is, életkor szerint is, meg a természet szerint is. Ez a természetes viselkedés. Mi jön utána? Jön a bikának az ideje, tavasz. Tavasznak az a gyönyörű pompája, amikor a virágok és a már megfogant kis új életek. És mi van ilyenkor? Ilyenkor jönnének a gyerekek. Ilyenkor van a család, a fészeképítés, a fészkelődés. Hát mindenki rajta van, minden tavasszal a tavaszi bezsongás, mindahogy a fiatalokon is, ilyen 21-28-30 éves kor körül, mindegyiken rajta van az, hogy párkapcsolat, gyerek, házasság. Ennek a kornak lenne. És mit csinálunk helyette? Mai modern világ. Egyik főiskola, másik egyetem, harmadik diploma, karrier, tanulunk, majd 35 éves korunk körül, ha összeadjátok a heteket, akkor most már ott járunk, hogy túl vagyunk a bikán. Ma az ikrek korába tartunk, akkor, amikor már a társasági kapcsolat kellene. Ma az ikrek ide is, oda is, széllel, bélelt, megint levegősjegy, jönne, menne, helyett, 35-36 évesen gondolkoznak sokan, mai fiatalok, hogy húha, most már gyerek kéne, mert eddig karriert építettünk. Tehát annyira eltolódik a saját belső ritmusunktól, az ember természetétől és természetes életritmusától az, amit a mai világ ad nekünk, hogy győzünk kapaszkodni. És akkor, ha összeadjátok, akkor ott adtunk, hogy 42, ott a rák. Hát ott már nagyon ritkán tudnak első gyermeket világra hozni, mert az már olyan, mint életünk nyarán lennénk. Már akkor nyáron, nyár közepén nem tud felnőni. Nem tud kiérlelődni az a növényket. Azért kell tavasszal megfogadjon, azért kell életünk tavaszán elkezdeni, hogy legyen még elég erőn felnevelni, kell még az unokához is. De ha túl későn kezdem, hány éves leszek? És akkor jönnek azok az érdekes mai társadalmi jelenségek, hogy 40-50 éves kora körül mindenki megbolondul, ez a kapuzárási hajrá, vagy pánik. Vagy fogjam a... Igen, mert beszélek itt a hallgatóságnak. És elválnak, és kezdenek újat. Miért? Mert akkor értek bele abba az időszakba, ami az oroszlánnak az ideje. Mit észlel? Tüzet. Tűz? Ó, igen, emlékszem rá, koskoromban is tüzes voltam, mentem neki a világnak, ennyi minden, lehet. És amikor beleér ebbe az idejébe, tehát a következő 7 évébe, akkor egyszerűen azt tapasztalja, hogy hú, hát izé, akkor gyerünk. Újabb nő, 40 éves azt mondja, hogy le kell cserélni 2-20 évesre, ez ilyen köztudomású, és akkor megint új család, megint... És mi lesz abból? Hogy tudja felnevelni? Ősszel megfogant kis növényke. Hogy tud egy alma megérni, amelyik augusztusban foganna meg és kezdene kifejlődni? Ha megnézzük a természetet, hogy mit csinál abban a hónapban, mit csinálnánk mi ezekben a hetes ciklusokban, abban az életkorunkban? Pedig minek kéne jönnie? Annak kéne jönnie, ami az oroszlánnak a dolga lenne, hogy ő már tudja, hogy mit, hogyan, merre, meddig, és a saját koskorában levő fiát segíti. Amikor már a saját családját és abba a korban lévő többieket, tehát az már a következő hármas szint, tehát egy lépéssel, egy szinttel feljebbről. Először saját magát építette föl, utána tágabb környezetét kellene, azért uralkodó. Azért ő az állatok királya. Tehát ennek az egész állatövi jegynek ő lenne a királya. Mert már tudja, hogy mit, hogyan kell. Tehát a bölcsesség, az életbölcsesség, ami nem az egyéni életnek a kialakulása, hanem a nagyobb társadalmi léptékű, a környezetemnek, a falumnak, a közösségemnek, a népemnek az emelését kellene, nem pedig az egyéni. De itt is látszik, hogy le van sutítva az agyunk 12 órára, aktív, tevékeny, és akkor megint aktív, tevékeny, és nem tudjuk a következő léptéket magunk köré. Nem tudjuk, hogy hogy következik napra nap, hogy jön az egyik a másik után. Mert utána az jönne a szűznek az ideje, amelyik az arató szűz, amelyik begyűjti. Hiszen akkor már ott tartunk, ki az, aki számolja, hogy 60 év környékén, 58-60 környéke, ha ezeket a 7-es léptékeket vesszük. És mit is csinálunk, tehát a társadalom itt kénytelen megint visszatérni, hát
begyűjtjük a nyugdíjhoz szükséges szolgálati éveinket. Ugye? Mert nem tudunk mást, mint számot vetni és begyűjteni, hogy mit csináltam eddig, mit sikerült, mit nem sikerült. Hihetetlenül passzol az ember ritmusához, ha összetudjuk illeszteni azt, amit az év mutat. Tulajdonképpen ezt kellene csinálni minden nap, számot vetni az, hogy mit sikerült ma megcsinálnom, és mi az, amit estére nem sikerült, de azt nem bevinni hónom alatt a munkát ott munkahelyről haza, és még éjjel is ott körmölni, hanem meghagyni másnapra. Minden napnak a maga gondja, minden napnak a maga nehézsége, minden évnek a maga megtennivalója. Csak tudom, hogy mi a dolgom. Nem tudom, mert el vagyok térítve attól a ritmustól, ami a természet ritmusa, ami az emberi természetnek a ritmusa, a természetes működési módja. Mert az kellene, hogy jöjjön a mérlegnek az ideje. Amikor újra levegőt veszek, és kiegyensúlyozom, körülöttem a kis családot, bölcs öreg nagymamaként. Sütök, főzök, békét teremtek, mert a mérleg az békességet visz. Nagymama, aki elsimítja, aki megérti a szülők szaladgálását, a gyerek magányát, és magához tudja venni, és tudja kísérni, és tudja ezt a harmóniát biztosítani. Mit csinálunk most az öregjeinkkel? Gyerünk a szeretet otthonba, jobb esetben. És hol marad a béke? Hol marad a nyugalom? Hol marad a mérlegelés? Hol marad az, hogy számoljak háromig, és mérlegeljek? Hogy mi a helyes, meg mi nem? Mit sikerült megcsinálni, meg mit nem? Sajnos, ez van a mai világban, viszont én azért szeretem ezt tanítani, mert ha ráismerünk, ha rájövünk arra, hogy milyen csodálatos útmutatást ad nekünk maga a természet, a saját természetünk, a magyar nyelvünkön való gondolkodás tudása által, akkor egy olyan kulcsot kapunk a kezünkbe, hogy mindenki egyénileg a maga életébe, a maga családjába, a maga körébe vissza tudja állítani szellemileg, lelkileg a harmóniát, és a technikai segítségekkel pedig orvosilag is, ha már annyira elbillent volna a saját egyensúlyából, hogy ehhez külső segítséget pillanatok alatt vissza lehet állítani. Azt a harmóniát, amiben az ember jól érzi magát a bőrében. És azt a méltóságot, ami ennek az időnek kell, hiszen utána jön a skorpió ideje. Skorpió bika tengely, az, mint tudjuk, az univerzum tengelye. Azaz az élettengely, amit ma úgy marad meg jelképesen, hogy a patikák előtt látjuk azt a botot rajta a két kígyóval, tulajdonképpen az a hullámrezgés, ahogy árad a teremtő erő a skorpión keresztül, másik oldalon ott a bikába, azért tud tavasszal bomlani minden élni, és új élet keletkezni. És itt a skorpió idejében lenne annak a gyógyírnak az életrehozása, ami az egész életünk tapasztalatának eszenciája, amit átadhatunk a következő generációnak, fiainknak, unokáinknak. Át tudjuk adni? Vagy nem tudjuk kiérlelni magunkban bölcsességgé, és lesz belőle önmagunkba csípő méreg. És akkor mérgelődik, és akkor magába fordul, és egy szerencsétlen házártos öregember lesz. Igen, vagy öregasszony. Igen. Ahelyett, hogy bölcsesség érlelte volna. Ez az a gyümölcs, amelyik későn fogant, és nem tudott megérni nyáron. Ha idejében megkapja azt a fényt, megkapja azt a tudást, megkapja azt a teret, azt a tápanyagot, akkor gyönyörűen érett alma szinte magától, amint megérik, a kezembe pottyan a fáról. Ha nem tudott megérni, akkor azt látom, hogy még a következő tavaszon is ott csüng az a kis zöld valami, és lehet étni, és alig lehet, mert nem tudott kiérlelődni benne. Tehát a természet megmutatja, hogy ami még nincs kiteljesedve, ami nincs megérve, az ilyen kis savanyú, keserű, többet valamiként úgy odaragadt, attól nem lehet szabadulni, mert azt még meg kell érlelni. És itt jön a végén, az utolsó hetes, most tartunk a 77. életévünknél. Igen, tehát 77-84, ez az utolsó, ez a nyilasnak az ideje. Ez a 77 bölcs, akik a Septuagintát is leírták nekünk. Tehát ez a bölcseknek az a korszaka, ahol a
az öregek tanácsa, vének tanácsa a természetben élő népek által, aki ezt meg tudta érni, aki a teljes életet végig tudta élni, mind a 12 csillagjegy által hozott lelki, emberi minőséget a maga helyén kiérlelt, és még ott épp észre rendelkező bölcs idős, na, ő már tud valamit, na, ő rá tényleg kell hallgatni. Ő már érdemes megfigyelni azt, és hallgatni rá, mert ő már tudja a teljességet, az időnek azt a harmóniáját, hogy hogyan lehet az életet jól megélni. És újra ott tartunk a tűznél, és nem az kellene, hogy na, akkor újra nősülünk, mert ilyet is lehet olvasni, hogy 70 évesen még újra gyermeket nemzett, igen. Tehát vannak hírek, de nem az kellene. De ez, hogy rálátunk erre a harmóniára, ez tud segíteni abban, hogy a saját magunk életében is ezt a harmóniát, ezt az egyensúlyt meg tudjuk teremteni. Csak ehhez kellenek a különböző léptékek, és kell az, hogy egy nagyon ellentmondása, vagy ellenébe menni ennek a mai világnak. Mert a mai világ azt csinálja, hogy mindent lebutít, ilyen picikére, és jó, drága pénzért odaadja. Ez pedig egy rendszer szemlélet, és azért kell hozzá egy szemléletváltás, hogy a különböző távolinak tűnő dolgokat, mint hogy hogyan lesz ősz, azt összekötni azzal, hogy hogy érzi magát az ember. Tehát ez egy olyan rendszer szemlélet, ami utána szükségtelenné teszi ezeknek az apró dolgoknak a megvásárlását. Tehát pontosan, hogy ellenében megy a mai világ mindent pénzre váltó, apró pénzre váltó szétaprózódásának, úgyis összerak, mert különböző irány. A kifelé ható erő az sokasít, a befelé, mert mennyiség tartozik hozzá, a befelé ható erő az éjszaka ideje, a télnek az ideje, az adventnek az ideje, az pedig a minőség, amelyik összerak. És ha ezt így komplex rendszerben az ember egyszer átlátja, ja, köszönöm szépen, akkor ezt azzal is helyettesíteni lehet, mert rendszer szemléletben tudja, hogy abban a nagy kapcsolattáblában mi hova tartozik. És akkor nem megy el egyik orvoshoz, meg a másikhoz, meg a patikába, meg a nem tudom hova, hanem tudja, hogy itt meg kell nyomni, meg ezt a teját kell meginni, és köszönöm szépen, jó vagyok. Ja, még mellette azt is meg kell tenni, hogy ezt értsem. Tehát ahhoz kell egy gondolati váltás. Tehát ezért tanítjuk, és ezért próbáljuk ezt a rendszert összerakni, mert az a kulcsa, hogy ezt mind tudom, fölfogtam, megértettem, összeraktam, érzem, hogy működik, tehát a lélek szintjén is átíródik, átcsorog, és amikor megtapasztalom, hogy működik, ja tényleg, és akkor lehet a családot is egészségesen tartani. Hát, csak úgy személyesen had egy kis történetet a végére, hadd szúrjak bele. Én 23 évvel ezelőtt kimondták rólam azt, hogy 4 különböző oknál fogva meg kell, hogy halljak. Tehát emiatt se szabadna élni, meg emiatt se, meg emiatt se, meg emiatt se. Mindezt így egyszerre. Orvos, tehát abszolút papír dokumentálva, le is százalékoltak, tehát arra néhány hónapra, amíg még létezem, addig kapjam a nyugdíjat. Én meg úgy nem voltam hajlandó azt mondani, hogy igazatok van, hanem ha már ők azt mondták, hogy szokjam arra pár hónapra, én nem akartam megszokni, és akkor vagy váltok egy másféle szemléletre, ami élni segít, vagy bólintok arra, hogy ezt mondták, akkor meg kell halni, hiszen mindenki, aki születik, meg is hal. És az a szemléletváltás, amit muszájból végigcsináltam, mert élni akartam, melléket ábra szerint sikeresen, továbbra is leszázalékot vagyok, tehát nem vették vissza a papíromat, mert orvosi papírforma szerint ezt nem lehet, tehát igen. Tehát így ma-holnap 50 évesen egyszerűen azt tudom mutatni, vagy megmondani, és ezt tanítani mindenkinek, hogy hogyan ismerjen rá saját magára, hogyan ismerje föl saját magában az ő belső harmóniáját, hogyan hangolja össze a saját ritmusát a külső világ ritmusával, és hogy talál meg önmagában egy forrást ahhoz, hogy erőt nyerjen mindezt végigcsinálni. És ezeket hogy lehet összekapcsolni, és ezeket össze tudjuk kapcsolni. Mellékelt ábra szerint működök. Mellékelt ábra szerint mindenki működik. Tehát a gyógyításnak én a szavak szintjét űzöm, nem gyógyítok senkit, csak segítek ráébredni arra, hogy
ő benne hol van meg. És ez a tudás, ez az őseink bölcsességébe, a ránk hagyományozott szokásrendbe, és eleve nem megmaradt nyelvünkben van benne. Úgyhogy ez az, amit próbálunk összegyúrni a mai high-tech technológiával, hogyha egyszer kimérhető, és látható, és megmutatható, és bizonyítható, hogyan működik. És akkor minden oldalról megtámogatva jobb hatásfokkal tudja az ember saját magát segíteni. Pontosan olyan tempóban, olyan mértékben, és azt is úgy, ahogy az ő neki megfelel, tehát egy egyénileg.